A Pannon percek műsorát hallják. A Pannonvár Színház aktuális híreivel, újdonságaival szerdánként jelentkezünk a Méz Rádióban, 16 óra 50 perckor. Üdvözlöm a hallgatókat, Kárpáti Barbara vagyok, a Pannonvár Színház színésznője. Március 15-ére mindkét kirakatunkat ünnepi díszbe öltöztettük. Próbababáink, bár hölgyek, mégis férfi egyenruhát húztak, ami talán furcsa lehet, de ünnepi videó összeállításunkból megtudhatták, azon nők előtt tisztelektünk, akik a forradalom alatt beálltak a honvédségbe, és a férfiakkal együtt harcoltak Magyarország szabadságáért. Ma este már új látvánnyal találkozhatnak a járókelők, ugyanis a húsvét közelettével átdíszítjük a kirakatokat az ünnep hangulatára. Köszöntöm a hallgatókat, Szelle Dávid vagyok, a Pannonvár Színház színésze. Pannon otthon kínálatunkból március 19-ig még megválthatják jegyeiket a Janika és a Jövőre veled ugyanitt című előadásainkra, ha a jegy.hu-ra kattintanak. Készítsék fel rekeszizmaikat is, két fergeteges vígjátékot szeretnék figyelmükbe ajánlani. Március 19-e és március 26-a között a Boeing leszállás Párizsban és a Kölcsönlakást láthatják, melyek garantálta jókedvre derítik az egész családot. Látogassanak el a jegy.hu-ra, és találkozzunk Pannon otthon. Vándorfi László vagyok, a Pannonvár Színház igazgatója. A szokatlan, lassan egy éve tartó színházi csendben nem vagyunk munkanélkül. Pályázatokat írunk, melyek reményteli eredménye lehetővé teszi majd további működésünket. Darabokat írunk, hogy az új évad elkezdődhessen igazi színházi ősbemutatókkal. Mondhatnám, hogy a Decameron című művel, mely csak címében hasonlít Boccaccio eredetiére, egy igazi vérbeli mai produkciót láthatnak majd a kedves nézők, és készül egy színházi nevelési workshop sorozatunk anyaga, amellyel majd az iskolásoktól egészen a nyugdíjas korosztályokig meglepjük kedves nézőinket. Kedves nézőinknek és magunknak is kitartást kívánunk ezekben a nehéz napokban.